Az előző részben képbe kerültünk az Ukrajnának szánt F-16 vadászgépek potenciájával, illetve a legveszélyesebb orosz légvédelmi rakétarendszerekkel és vadászgépekkel. Ennek fényében lássuk, hogy mire, hogyan és mennyire alkalmasak az átadott F-16 vadászgépek különféle feladatkörben és hogy mi szükséges hozzájuk. A legbiztonságosabb bevetés típus a nagy magasságú járőrözés saját légtérben, messze a frontvonaltól, a telepkövető robotrepülőgépek ellen. Ebben az esetben három pottartály is használható, a törzs alá függeszthető elektronikai zavaró konténer használata indokolatlan. A támaszponttól 150 km-es távolságban, kb. 0,6 Mach sebességgel 2 óra 30 perces őrjárat teljesítése is lehetséges 6 darab légiharcrakétával. Ilyen hosszú őrjárat után is még rendelkezésre áll annyi üzemanyag, ami lehetővé tesz egy utánégetős gyorsítást 0,9 Mach sebességre, vagy maximál gáz teljesítménnyel 150 km megtételére 10 km magasan. Ezután még 300 km távolságban lehetséges a hazatérés némi tartalékkal. A NATO légtér ellenőrző gépekkel kihasználható a Link-16 adatkapcsolat, és van ilyen a közelben, akkor az F-16 alkalmazása hatékonyabb. Így nem csak a saját mechanikus pásztázású radarjával kereshet célt, hanem máshonnan is kaphat célkoordinátát. Szóba jöhet a NATO-kompatibilis földi telepítésű radarok adatainak továbbítása, szintén Link-16 adatkapcsolaton keresztül. Ezek nélkül viszont az F-16-osok csak saját radarjukkal kereshetnek célt, illetve rádión szóban kaphatnak céladatokat, ami hosszabb átfutási időt jelent. Helikopterek és drónok lelövése a front közelében már más történet, erre az extra tartalomban térünk ki, mert itt már számít, hogy mi van a front túloldalán és közelében. Lássuk, mi a helyzet, ha az orosz vadászgépek őrjáratait szeretné Ukrajna megtörni az F-16-osokkal. Egy repülőgép számtalan módon járőrözhet, mindnek van előnye és hátránya. Alapvetés, hogy ezt minimum géppárban hajtják végre, minden őrjárati ponton, angolul ez a cap station. Csak így biztosítható a folyamatos megfigyelés, a géppár egyik tagja mindig a megfigyelt légtér, vagyis a front felé tart. Hogy a vizsgálat egyszerűbb legyen, azt a formát nézzük, amikor a géppár tagjai azonos, a megszokott lóversenyforma pályán repülnek. Amikor a géppár egyik tagja elfordul a fronttól, akkor fordul rá a másik. Ahhoz, hogy egy nagy kiterjedésű, több száz kilométer hosszú vonal ellenőrizve legyen, több őrjárati pont szükséges, mindegyiken egy géppárral, a géppárok egymástól adott távolságban. Jelenleg a front hossza Ukrajnában a Krím-félsziget legdélebbi pontjától, Szevasztopoltól az északi végéig nagyjából 800 km. A hidegháborúban alkalmazott taktika szerint a géppárok 200 km-es távolságban repültek egymástól, terepkövető robotrepülőgépekre vadászva. Ezt a távolságot vesszük alapul a vizsgálathoz. A Mi-31 BM a közeledő F-16-ost földháttérben a prospektus adatok szerint kb. 280 km távolságban képes észlelni, amikor közeledik, és kb. Fele 140 km távolságról, ha távolodó a cél. A 10 km-es repülési magasság miatt a radarhorizont nem faktor az őrjáratozó gépek számára. Az F-16 vadászgépek szemtől szembe rontanának rá az őrjáratokra, akkor hamar rájövünk, hogy ez reménytelen próbálkozás. A közeledő célokra az észlelés és a reakcióidőt is figyelembe véve bőven 200 km feletti távolságból is tüzelhetnek az orosz vadászgépek. Ha nagyon, de nagyon megengedően csak 200 km-es távolságban történik a tüzelés, egy 0,9 Mach, vagyis 300 m/s-mal közeledő F-16-osra, akkor a körülbelül 4 Mach átlagsebességű R-37M rakéta nagyjából 130 másodperc alatt ér a célhoz, ha az 0 km paraméterrel érkezik. A valószínű találatkor az orosz vadászgép és az F-16 közötti távolság körülbelül 160 km. Az F-16 AM kisméretű 75x50 cm-es ovális lokátora nagyjából 110 km távolságból képes csak észlelni az orosz vadászgépet. Tehát már jóval azelőtt eltalálhatja az F-16-ost egy R-37M rakéta, mielőtt az még a lokátorával egyáltalán felderíthetné a MiG-31 vagy akár a Su-35 vadászgépeket. Még ha valami csoda folytán sikerülne sokkal közelebb kerülni, akkor is egyoldalú küzdelem lenne ez. Az AIM-120C5 megsemmisítési zónája terepkövető repülésből indítva egy 10 km magasan közeledő cél ellen talán ha 30 km van. Az R-37M meg az utolsó kb. 40 km-en már saját magát vezeti célra, az indítógép akár ki is fordulhat. Egyetlen orosz géppár 4 rakétával egy időben 8 célpontot tud támadni.
Szemtől szemben neki menni ennek a tűzerőnek nem tűnik célra vezetőnek. Persze lehet azt mondani, hogy az orosz rakéták a vontatott csalikat fogják eltalálni, és majd az elektronikai zavaró konténerek csodát tesznek, de ez véleményem szerint csak vak hit, a hatásosságokat nem célra vezető fekete mágiaként kezelni. Az, hogy a besugárzás jelző képes-e megfelelő adatot adni, hogy azokat mikor kell kibocsájtani, azt is nehéz megítélni. Már ha egyáltalán lesz vontatott csali az F-16-osokhoz. Bekeríteni még egy géppárt is bajos, mert még ha két irányból is próbálkozik 2x4 darab F-16, akkor is mindegyikre jut egy-egy darab R-37-en, ha az orosz vadászgépek szétválnak. Ráadásul ahhoz, hogy megosszák a tűzerőt, szükséges, hogy semmilyen más őrjáratozó orosz vadászgép ne legyen a közelben, ami be tudna avatkozni, és ne legyen a közelben földi telepítésű légvédelmi rendszer sem. Ráadásul, ha az orosz gépek számára a veszély túl nagy lenne, akkor bármikor dönthetnek a visszavonulás mellett. Az F-16-osok nem tudnák küldözni azokat sem a hatósugaruk, sem a területvédelmi légvédelmi rakétarendszerek miatt. A végkövetkeztetés ez alapján az, hogy fel sem merül az orosz vadászőrjáratokkal való direkt szembeszállás. Már, ha egyáltalán van ilyen, de erről majd később. Ha siklóbombákról vagy hálmrakétákkal repült bevetésekről van szó, akkor a kérdés az, hogy az orosz légierő mekkora távolságban adja az őrjáratokat a fronttól. Miért? Mert az őrjáratozási pálya, a fronttól való távolság és a támadó F-16 paramétere adja ki, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, ameddig az őrjárat észreveszi és rakétát indít rá. Az F-16 vagy bármilyen más gép időben megfordul és távolodó cél lesz, akkor az R-37M-et irányító lokátor még a rakéta végfázisba érése előtt elveszítheti a célt. A maximális 280 km helyett csak körülbelül a fele, 140 km a követési távolsága vadászgép radarjának. Ha a célkövetés a rakéta rávezetése közben szűnik meg, akkor az F-16 irányváltással elérheti, hogy az R-37M saját lokátorával már ne legyen képes időben megtalálni a célját és afelé fordulni. A célkövetés elvesztése után nem ismert sem a célpont sebessége, sem iránya, tehát nincs információ arról, hogy az új elfogási pont hol lehet. Az csak addig volt, ameddig az F-16 közeledő irányban repült. Az eredetihez képest a lehetséges elfogási pontok egymástól akár 50-80 km-re is adódhatnak, és oldalszögben 100 fokos eltérés is lehet köztük, ha a célkövetés a végfázis előtt kb. Fél perccel szűnt meg. Tehát minél messzebb van a céltól az R-37M, amikor az orosz vadászgép elveszti a távolodó célt, annál nagyobb az esély a túlélésre. Akkor vállalható kockázatú egy csapásmérőbevetés, ha már megtörtént a fegyverek oldása és az F-16 már távolodó célpont, de az R-37-en még relatíve messze jár a végfázistól. Ehhez viszont akkor szükséges azt is tudni, hogy az egyes csapásmérő fegyverek mekkora távolsággal indíthatók útjukra. Az F-16 minden fegyvert terepkövető repülésből a radarhorizont alól végrehajtott gyors emelkedés után indítana, hogy a földi telepítésű radarok ne észleljék nagy távolságból a közeledő vadászgépet. Ezt követően leborítással, visszafordulva nagyjából 70 fokos hülyedésben azonnal a radarhorizont alá tér vissza, annyira közel hangsebességhez, amennyire csak lehet. A táblázatban látható ideig tart a manőverhez szükséges idő. Hogy mennyi idő alatt éri el az adott magasságot, és hogy mikor válik távolodó célá egy vadászgéppel szemben, illetve hogy mikor tűnik el a radarhorizont alatt egy szárazföldi telepítésű légvédelmi rendszer elől. Mindkettő fontos érték, az egyik a vadászgépek, a másik a földi légvédelmi rendszerek miatt. Egy siklóbomba, vagy akár az AGM-883 rakéta hatótávolsága attól függ, hogy milyen magasról és mekkora sebességgel indítják azokat. A GBU-39 Small Diameter Bomb nagyjából 10.000 siklószámmal bír a katalógus adatok alapján, ha kb. 0,75 Mach sebességgel indítják vízszintes repülésben 10 km magasan. Így adódik ki a 100 km-es névleges hatótávolság. A táblázat értékei alapján nagyjából 9 km-es magasságig érdemes az ugrást végrehajtani. Ennek oka, hogy minden 1 km-t nyert magassággal a bomba kb. 10 km-rel messzebbre siklik el. Tehát ennyivel rövidebb ideig kell a front felé repülni a fegyverek indításáig. 0,9 Mach, vagyis 300 m/s sebességgel 10 km megtétele 33 másodperc. Ez azt jelenti, hogy ha ennél tovább tart 1 km-rel növelni a magasságot, majd később csökkenteni azt, akkor az már nem éri meg. Főleg, hogy a magasság növekedésével a leborítási idő is nő. Tehát hiába jobb az emelkedő képesség valamennyivel, mint 30 szekundum per 1000 méteres elméleti érték, a magasabb emelkedés már nem éri meg. Az ugrás 0,9 Mach sebességgel és teljes utánégetéssel kezd meg a pilóta 45 fokos szögben emelkedve.
A bolintászű szöget 4 km magasság felett folyamatosan csökkenti, hogy nagy magasságban érkezve meglegyen a kb. 0,75 magsebesség. Az emelkedés megkezdése után 71 másodperccel indulnak a bombák. A 8 darab GBU-39 bomba leoldása kb. Másfél másodperc alatt lehetséges. Ezután az F-16 leborít, majd 16 másodperccel később elfogja a célt veszteni az orosz vadászgépek lokátora, amikor már távolodó cél lesz az F-16, ha az kellően messze van. Az emelkedés vízszintes vetületi távolsága kb. 15 km. Tehát a fegyver elvárt ható távolságához képest ennyivel korábban kell megkezdeni az emelkedést, az oldási ponttól számolva. Szintén siklóbomba, a nagyobb méretű AGM-154, annak prospektus adata szerint ható távolsága 30 000 láb, tehát 9 km magasan indít a 130 km. Az AGM-883 rakéta ható távolsága érdekes módon nagyjából azonos a siklóbombákéval. A különbség az, hogy a rakéta átlagsebessége magasságtól függően 400-600 m/s között van, köszönhetően a rakéta hajtóműves kezdeti gyorsításnak. A siklóbombák lassabbak, körülbelül 200-250 m/s körüli a sebességük. 10 km magasan indítva a hárm is képes 100 km távolságra elrepülni. Az AGM-65 Maverick rakétákkal elvész szinten ez a felugrásos történet működhetne, de csak akkor, ha a lézeres rávezetésű altípusról van szó. Ennek képesnek kéne lennie az indítás utáni megvilágítási pont befogásra, ha a földről megvilágítják neki a célt. Véleményem szerint a Maverick rakéta használata ilyen módon nem reális, mert a rakétát csak közel vízszintes indításból történő használatra tervezték. Az infravörös kamerás változat fennbontása túl kicsi a sikeres használathoz, a rakéta kinematikai hatótávolsága azzal nem használható ki. Gyakorlatban 8-10 km távolság felett az nem indítható. A siklószár nélküli bombák hatótávolsága még 5 km magasról dobva is 0,8 magsebességgel talán 10 km. Ez alapvetően elégtelen, ahol legalább közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer van jelen. Lássuk át az esélyeket egy ábra segítségével. Mielőtt még belekezdünk, tisztázzuk, hogy mit nevezünk paraméternek. Ez az a távolság, amivel a célpont elrepül egy repülőgép vagy akár légvédelmi osztály mellett. Ha két orosz vadászőrjárat 200 km-re van egymástól, akkor az F-16 100 km-nél nagyobb paraméterrel nem tud érkezni, mert ez a két őrjáratozó géppár közötti távolság fele. Vizsgáljuk először ezt az esetet ekkora távolsággal. Ha a modell szerint tökéletes időzítéssel indul meg az oldási pont felé az F-16, akkor az észleléskor kb. 160 km-re lesz a fronttól. Ha a bombától csak 6 km-es behatolási mélységet várunk el, akkor a bomba 96 km-es hatótávolsága a fronttól számolva 90 km, és még 15 km távolságot jelent az emelkedés. Tehát a fronttól 105 km-es távolságban kell az emelkedést megkezdeni. Az első észleléstől az emelkedési pontig hátralevő 55 km megtétele 183 másodperc. Az ugrási művelet végrehajtása további 84 másodperc, ameddig távolodó cél nem lesz az F-16 a leborítás után. Ez összesen tehát 270 másodperc. Az orosz vadászgép reagáljon az első észleléstől 20 másodperc alatt, ennyi idő múlva indul az R-37M rakéta. Az F-16 tervezett visszafordulási távolsága az orosz vadászgéptől 220 km távolságban van ekkor. Ezt az 1,1 km/s átlagsebességű rakéta, ezt kb. 200 másodperc alatt teszi meg. Látszik, hogy reménytelen a támadás, mert a rakéta az első észleléstől számolva kb. 220 másodperc alatt az F-16 fegyveroldási pontjáig repülne. Tehát már régen a saját radarját használná a rakéta, ami képes távolodó célt is követni, amikor az F-16 még amúgy is az ugrási manővernek még az emelkedő fázisában van. Még ha picit túl is becsültük a rakéta átlagsebességét, akkor sem lehetséges a biztonságosnak mondható csapásmérés. Ezzel a modellel kiszámolható, hogy mikor kivitelezhető, legalább vállalható kockázattal a GBU-39 siklóbombával a csapásmérés. Az F-16 160 km-es paraméterrel képes erre. Ekkor a modell szerint tökéletes időzítéssel az első észlelés távolsága 130 km-re van a fronttól, tehát 25 km van az F-16 az ugrás megkezdéséig. Az addig hátralevő repülési idő 83 másodperc, majd még 87 másodperc alatt már távolodó cél lesz az F-16. Ez 170 másodperc összesen. Ekkor kb. 50 másodpercre lesz az R-37M rakéta, amikor az F-16 manőveré miatt amúgy is változó elfogási pontnál elveszti a célt a rakétát irányító orosz vadászgép. Ugyanis az F-16 süllyedés közben már távolodik és 140 km-nél messzebb van. A villámgyorsan 60 méteres süllyedő F-16 irányt változtatva a korábban elmagyarázott módon jó eséllyel képes elkerülni az R-37M rakétát.
Vontatott csali, ha van, akkor ráadásul az F-16 és a rakéta között lesz, ez valószínűleg nem elhanyagolható tényező. A modellt felhasználva ugyanez a számítás elvégezhető az AGM-154 GSOV fegyverre is, ami nagy magasságban 130 km-es indítási távolsággal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a fegyver indítása az SDB-hez képest 35 km-rel távolabb lehetséges. Ezzel az jön ki, hogy kb. 85 km-es paraméterrel is azonos időtartalék érhető el a siklóbomba oldási pontjához érkezéséig. Az R-37R rakéta repülésének ideje minden esetben alsóbecslés, hiszen az F-16 a fegyveroldási ponthoz képest már távolodik. Tehát valójában a rakétának messzebb kell annál a pontnál repülni, ami ugye több idő. Összefoglalva, a biztonság felé eltérve egyetlen MiG-31 géppár elvileg egy plusz-minusz 160 km széles sávot képes oltalmazni, ha az ukrán F-16 SDB-vel repül, és egy plusz-minusz 80 km-es sávot, ha GSOV-val. Ennél nagyobb paraméter esetén még akár nem tökéletes időzítéssel is jó eséllyel olajra tud lépni egy F-16-os. Viszont azért azt is vegyük figyelembe, hogy csak front vagy front közeli cél támadható, hiszen a fegyverek behatolási mélységét csak 6 km-nek vettük. Ezzel lényegében területvédelmi légvédelmi rendszert HAM rakétával nem lehet támadni. Legfeljebb a csapatlégvédelem kis hatótávolságú radarvezérlésű rendszereit, amik közelebb vannak a fronthoz, de azoknak is bőven van idejük reagálni. Ha az orosz légierő képes, akár csak EVEX támogatás nélkül is 0-24 órás időtartamban 5 vadászőrjárat adására a front felett, az lényegében lehetetlenné tenni az F-16-osok tevékenységét, akár légiharcról van szó, mondjuk a front közelében drón vagy helikopter vadászatról, akár csapásmérésről, míg a GSOV használatot feltételezve is. SDB esetén 3 őrjáratozó géppár több mint elégséges. Viszont hogy az ukrán légierő sem tudja, hogy egy őrjáratozó vadászgépen milyen rakéta van, úgy az orosz légvédelem sem tudja, hogy egy közeledő cél az F-16-e, és az, hogy milyen fegyverzettel repül. Ennek fényében, ha alulméretezik az őrjárat sűrűségét, akkor az adott esetben hatástalan lehet. A cél az, hogy a nyugati országok által biztosított felderítési adatokkal az F-16-osok azok olyan területen repüljenek bevetéseket, ahová már nem érnek időben oda az orosz vadászőrjáratok, vagy éppen nincs is. Tehát nagyon idő és területérzékeny bevetésekről beszélünk, perceken múlik a siker és a látványos kudarc közötti különbség. Az, hogy az orosz légierő mennyi vadászgépet képes a levegőben tartani huzamosan, az egy jó kérdés, erről bővebben az extra tartalomban esik szó. Itt és most csak annyit, hogy elvileg mintegy 100 MiG-31 BM és ugyanannyi Su-35 A6 rendelkezésre, valamint kérdéshez számú R-37M rakéta. A probléma, hogy nem állapítható meg, hogy egy őrjáratozó vadászgép milyen fegyverzettel repül. Ha van orosz vadászőrjárat, akkor úgy kell kezelni, mintha a fenti képességgel bírna. Viszont még egy apró adalék. Azt hozzá kell tenni, hogy az F-16 számára is adott a visszavonulás lehetősége. Egy támadás megszakítható, amíg a távolság az F-16 és az orosz vadászok között 140 km vagy több. A menekülő F-16-ost ekkor nem képes radarral érzékelni egyetlen orosz vadász sem. A csapásmérés ekkor meghiúsulhat, de ennek eléréséhez bizony vadászőrjáratot kell adni, ha ez eddig nem volt gyakori. Az ukrán légtérben üldözése a menekülő F-16-nak az orosz vadásznak is kockázatos. Orosz szemmel nézve a fronthoz viszonylag közel kell őrjáratot adni. Az ovális pálya legközelebbi pontja 50 km, a legtávolabbi nem lehet 100 km-nél messzebb. Ennél messzebb repülve a védett zóna maximális paramétere drámaian lecsökkenne a hatalmas lokátor és az R-37M elképesztő hatótávolsága ellenére is. Megfelelő időzítéssel még közel nulla paraméterrel is lehetséges lenne az SDB oldása, mielőtt az R-37M indítása egyáltalán megtörténne. Az AGM-154-jel már mélyebben a front mögötti céltámadása is szóba jöhet, akár 30-40 km távolságban is. Látható, hogy az orosz védelem számára sem túl nagy a mozgástér az egyenlet egyes paramétereiben. A vadászőrjáratok nem elkerülhető kellő távolságban az SDB és a GSOV használatához, akkor a jelenleg integrált eszközök közül csak az AGM-158 GEMS jöhet szóba szárazföldi célpontok ellen. Ami még használható az AGM-84 Harpoon hajók ellen, de csak a Block 1C vagy későbbi változattal, ami 220 km távolságban indítható. Az utóbbi relevanciája alacsony, ezt már tisztáztuk a bevetés típusoknál. Az európai Storm Shadow vagy akár a Taurus robotrepülőgépet integrálnak az F-16-ra, ahogy ez már korábban megtörtént a Su-24M-re, akkor lehetséges lenne ezen eszközökkel is csapásmérés nagy távolságból.
Nem teljesen illuzórikus a feltételezés, hogy a nyugaton évtizedek óta alkalmazott adatbusszal operáló vadászgéphez malacvágtában integrálják, ha ez a 80-as években gyártott szovjet repülőgéphez is lehetséges volt. Az F-16 támogathatja a fentiek használatát az ADM-160 MALD csalik segítségével, amivel az orosz légvédelem számára plusz kezelendő célpontokat teremtenek. Legyen az akár vadászgép, akár légvédelmi rakétarendszer. Amikor orosz vadászőrjárat nincs jelen a kellő távolságban, a földi telepítésű légvédelemmel akkor is számolni kell. Viszont itt a lehetőségek sokkal megengedőbbek az őrjáratozó vadászgépekhez képest. A vizsgálat itt és most az S-400 és az S-300V4-re korlátozódik. Számukra a radarhorizont erős korlátozó tényező. Addig nem érzékelhető a cél, ameddig fölé nem emelkedik a célpont. A célleküzdés során is probléma, ha nem aktív radarvezérésű rakétát használnak. Amint a radarhorizont alá süllyed a célpont, akkor a rakéta céltéveszt a szagvezérlésnél. Az S-400 reakcióideje és a légvédelmi rakéta repülési ideje az oldási pont környékéig határozza meg, hogy a korábban már taglalt ugrás végrehajtható-e adott távolságban. A rakéta 6-6,5 Mach égésvégi sebesség ellenére az átlag sebessége körülbelül 1000 m per szekundum, ha a rakéta osztálytól számolt távolsághoz viszonyítjuk. Tehát 30 km-re 30 másodperc, 100 km távolságra körülbelül 100 másodperc alatt repül el. A célleküzdés során ehhez még hozzá kell adni az első észleléstől számított időt a rakétaindításig, amit itt is 20 másodpercnek veszünk. Azt már korábban láttuk, hogy a 9 km-re ugrás, majd a horizontális süllyedés ideje 115 másodperc. Földi telepítésű radar az ugrás megkezdéséig nem is érzékelheti az F-16-ost. Amennyire lehet tudni, a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek nagyjából 30-70 km-re vannak a fronttól, hogy az ellenséges nagy hatótávolságú tüzérség ne támadhassa őket könnyen. Még ha csak 30 km-re a frontról van egy S-400 osztály, akkor is lehetséges a frontra csapás mérni SDB-vel, akár 0 km paraméter megközelítéssel is. A fegyveroldási pont a minimális behatolási mélységnél kb. 90 km, ami az S-400-tól 120 km-re van. Tehát mire odér az indított rakéta, az F-16 közelébe, az 20 plusz 120 másodperc, tehát 140 másodperc. Ez bőven elegendő időt ad, hogy az F-16 a radarhorizont alá érjen, ami az ugrás után 115 másodperccel történik meg. Tehát az S-400 még ilyen kis font mögötti távolsággal településen sem képes megakadályozni, hogy az F-16 oldja a bombákat és megúszza azt. Csak az indított sikló bombák lelövése marad lehetőségként. GSOV esetén 30 km-re a front mögötti célok is támadhatók, 0 paraméterrel is. 50 km-es paraméterrel az SDB-vel a behatolási mélység eléri a 20, a GSOV-val az 50 km-t. Ha egy S-400 osztály még messzebb van a fronttól, ha óvni akarják a tüzérségtől, akkor azzal az ukránok lehetőségeit tágítják. Így az indított siklóbombák lelövésére kevesebb idejük van, amíg azok ráadásul még korábban odaérnek, ha az F-16-osok közelebb mennek a fronthoz. Mire használható ez a csapásmérő potenciál? Magukat az S-400 osztályokat nem tűnik célszerűnek támadni, főleg ha 30-40 km-nél messzebb vannak a fronttól. Mivel az S-400 rendszer 12 célcsatornás és adott esetben 2-4 darab, 3 célcsatornás páncélrendszer is védheti, így minimum 3 tucat bomba és vagy rakéta egyidei indítása szükséges ahhoz, hogy annak védelmi kapacitásának a túlterhelése felmerüljön. Inkább a rakétaosztályoktól távolabb eső célok támadása merülhet fel, ahol tömegesebb használat esetén talán nincs idő minden támadó eszköz lelövésére, de ehhez is még tucat szám szükséges azokat indítani. Az F-16 vadászgépek számára lényegében tehát a siklóbombák és az AGM-88-3-mal, illetve robotrepülőgépekkel csapásmérés jön szóba. Ezt lehetőleg az alkalmazott fegyverzet függvényében az orosz vadászőrjáratoktól legalább 80-160 km-es paraméterrel kell végrehajtani. Ez tehát alapvetően a Krím félsziget, annak nyugati fele és talán a front délkeleti része Herszon táján tűnik reálisnak. Ezen felül robotrepülőgépek vadászata és esetleg az ukrán fronton legalább 100 km-es mélységben berepülő drónok lelövése vállalható, de csak akkor, ha az AMRAM képes azokat eltalálni. Az MRAM hatótávolsága szintén kitolható ugrásból végrehajtott indítással. A haditengerészeti csapásmérés is vállalhatónak tűnik, ha erre van igény. Viszont a fentiek fényében nehéz elképzelni, hogy az ukránok mindent egy lapra feltevő módon tucatni vagy még több gépet vetnének be, még ha ennyi rendelkezésre is állna a szükséges fegyverzettel. Ez olyan célpont és célterület szükséges, ami megéri a kockázatot és vadászőrjárat sem védi, de még légvédelmi rendszerből is csak korlátozott célcsatorna mennyiséggel védik.
Ez egyszerre olyan sok feltételt jelent, aminek az esélye szerintem szinte nulla. Azoknak, akiknek meglepő, hogy mennyire korlátozottan használható az F-16, még a legfejlettebb fegyverzettel is, azoknak következik némi történelmi kontraszt. Mire is hogyan használták az F-16-ost a korábbi konfliktusokban? Mennyiségi és minőségi fölényben levő fél használta azokat jellemzően egy nagyobb kötelék részeként, amiben F-15 vadászgépek, a légvédelmet lefogó dedikált vágyvízzel csapásmérők és elektronikai zavarók is a részét képezték, valamint evexek is támogatták azt. Még így is mind az iraki, mind a szerb légvédelem több F-16-os és más négy generációs vadászgépet is lelőtt. Ukrajnában szó nincs ukrán mennyiségű fölényről, specializált támogatógépek garmadájáról sem. Csak időérzékeny felderítési adatokkal tud a nyugat segíteni. Az Egyesült Államok jó okkal hívta életre már a 90-es években a Joint Strike Fighter programot, amiből megszületett az F-35 család. Már akkor felsejlett, hogy a nem alacsony észlelhetőségű vadászgépek képességei hol érnek majd véget, amikor elterjednek azok az eszközök, amikkel az ukrán felségjellel repülő viperáknak 2023-ban szembe kéne néznie. Okkal cseréli le a NATO F-16 üzemeltetőinek többsége az F-35A vadászgépre, sőt, nem csak viper üzemeltetők szereznek be ilyen gépet, hanem például Olaszország, Finnország, Németország és Svájc is. 2022. november közepe óta az ukrán háború egy legalább részlegesen befagyott konfliktus. A frontvonalak nem mozdultak el érdemleges mértékben a nagy összképet nézve. Még ha 2-3 tucat F-15 vadászgép átadása megtörténik, és parasztosan fogalmazva mindent is megkapnak hozzá, ettől a 2023. novemberi alaphelyzet nem fog megváltozni. Adhat plusz feladatot Oroszország számára ezek megjelenése, hogy például több vadászfegyverletet kell biztosítani, már ha eddig volt egyáltalán tömegesen ilyen. Főleg, hogy a fővezér kijelentette, hogy 20 nap alatt le kell vadászni őket, és punktum. Tehát okozhatnak nagyobb veszteséget egyes területeken az F-16-osok, adhatnak plusz munkát az orosz légierőnek és légvédelemnek, attól függően, hogy milyen fegyverrel repülnek, de szó nincs arról, hogy akár néhány tucat F-16 is hazazavar mindent és mindenkit, vagy akár a konfliktust elmozdítanák a holdpontról. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb tartalomról és hírekről a csatornával kapcsolatban. Ez utóbbit megteheted a csatorna Facebook oldalán is. Ha érdemesnek találsz, támogathatod a csatornát annak Patreon oldalán, a YouTube felületén feliratkozással a videó alatti szuperköszönet gombbal, vagy akár PayPalon keresztül is. A csatorna tagsági cserébe korai hozzáférés, extra tartalom, beszámoló az előreadásról, illetve a csatorna tartalmával kapcsolatos szavazások várnak hozzáférhetőé. Ez idáig 18 támogatói extra anyag készült, ezek tartalmát a videó alatti linken olvashatod.